Sziasztok, Péter vagyok, és itt vagyok a Don't Starve-ra. Ha már kijött az új DLC hozzá, ez a Line of Giants. Nem tudom, annyit tudok, egy csomó boszt adtak be a játékban, meg két új karaktert, és... hát akkor kezdek egy újat. Olyan játszottam már vele. Ja. Hát akkor menjünk a DLC-be. A játék... jó. Úgy... el lehet vele szórakozni. Minél tovább élet túl, annál jobb lesz, kipróbálni a karaktereket. De... nincs benne multiplayer. Ezért így... így kicsit... magányos. Magányos, ezért nem jó. Ugyanúgy, mint a terájában VSD-el mozog, Space-el a legközelebbi dolgot megcsinálja. Jó, most világot szedek. De... például leszedi a Space-el, vagy... fát vág, ha lenne baltám, de úgy kattintásra is lehet menni, így vagy választhatok, vagy billentyűzettel csináljátok, vagy egérrel. A lényege, el túl. Kihívás van benne. 5 dolgot összegyűjtesz, akkor van vége a játéknak, meg lehet szokni belőle. Vagy akkor átdob egy másik világba, ahol megint előre kezdődik, a cuccaid megmaradnak viszont. Vagy azt mondod, hogy ennyi volt, és kiáltottad a játékot. De viszont így, amivel mondtam, több karakter van, több képesség, mindegyiknek más. Na igen, most kijött ez a DLC is. Bonyolítanak. Nehezítenek benne. A túlélés az mindegyik karakter más. Valamelyikkel könnyebb, valamelyikkel kicsit nehezebb. De van olyan most az új, ami csak húst tud enni. Húst meg nehéz szerezni. De van például olyan most, ami félig pók. Azzal meg a pókok nem támadnak be, viszont összes többi barátságos lény, ami eddig barátságos volt, az megtámad téged. Meg ezek az új fák, ezt is most tették be. Ezek is valami bosszok amúgy, mert bedőltnek, szám támadnak néha. Édesap kell neki. Meg lehet enni. Bitch nut. Hát annyi az, hogy nincsen multiplayer. Néha nagyon nehéz túlélni. Aztán mi van még? Kihívás van benne, cuccok, azokat, ezt is folyamatosan frissítik, mint a terrariát. A cuccok változatosak. Itt úgy nagyjából tudsz játszani wiki nélkül is, viszont sokat segít a wiki. Mert van egy pár cucc, ami nem jönnétek el. Például lehet főzni benne, és az alapanyagokat, hogy hogy tedd össze, azt, hogy hogy vagy jár, azokat érdemes utána nézni, hogy ne menjen pocsékba semmi. Mert például lehet némelyikhez botot is használni. És ja. Mennyi buffaló van itt? Például most jó pályát kaptam. Már volt nyersanyag, de volt olyan, hogy 2 napig kereshettem ilyen flintet, hogy tudjak egyáltalán eszközöket csinálni. Aha. Aj, de csábító! De csábító, hogy azokat ott felvegyem. Haha. Ez mi? Ajajajajaj. Azaz. Támadjátok meg! Azaz! Kihirdet. Na, így kell megölni a szavakat. Mi ez a? Valami közel. Félek, védjetek meg. Nem, meg az egész föld. Na, ezek nem csinálták ki, vagy mi? Mi történt? Abba lett. Mi a fene volt ez? Mondom, DLC. Csak új dolog, amikor még nem is tudok. Majd lehet, az eredetében is benne van. Az a lényeg, éjszaka a tüzet kell csinálni, mert kell megölnek. A sötétben téjed. Ó, még egyből van. Akkor ezt majd nappal elmegyünk, aztán nézzük. Aztán mi van? Alapanyaggyűjtés fontos benne. Nem baj, ha több van, mint ami kell. Hogy hívják? Egy helyben maradni nem érdemes. Amint úgy egy helyben maradni, hogy egy bázis lehet csinálni, de nem érdemes mindig ott lenni mellette. Az így semmit nem értek el vele. Az ételre figyelni kell, mert tönkre megy. Viszont meg lehet sütni őket. Úgyhogy megfőzni. És úgy többet is ad, azt hiszem. Már később megy tönkre. Ez mi? Kuk. Hová? Aha! Ja, hogy ez... Aha! Értem már. Remélem a jövőben adnak ki hozzá multiplayert. Van benne ijesztő észek. Például lemegy a... Figyelni kell minden HP-d van, éjséget. Meg... minek fogalmaznak? Épész. Ha az lemegy, akkor szellemeket látsz. Lehet beszéltetni őket. Akkor tudj csak a bomám. Mindjárt megy a tűzem. Ajaj. Bérd ki, bérd ki, bérd ki, bérd ki. Beváljunk ide. Megnézzük, mi van ennek a túloldalán. Nem tudom. Hát valamennyit. Mondom, mi lélegzik, de rájöttem, hogy csak ez az ok. Ja, azon jöttünk be. Na mindegy. Itt is körbenézünk. Vannak ilyen elefántok is benne, még húst ad. Követik a lábnyomokat, hogy merre mutatnak. Akkor folyamatosan elvezetnek. Az elefánthoz. Viszont az nagyon erős. Nem olyan egyszerű megölni. Még egy! lát. Ilyenekkel még nem is találkoztam, most mint azon a kettőt is. Na, nem elmutat. De. Akkor itt kell lennie. Oké. Na menj én itt van. Megnézzük az mit ad. Hát nem túl sokat vissza. Mit nem mondjak. Hopp, út. Hopp, 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 hopp. Ó. Kell kő is nekünk, úgyhogy... gyors azokat kibányásszuk. Ezekből általában arany esik, ami kell a Science Machine-hoz. Különböző bájomok vannak. A különböző évszakok most már. Eddig csak tél volt meg nyár, most már van azt hiszem ősz is, meg tavasz. Ó, még mindig nincs itt. Hol vagy ma? Ezek is új dolgok. Na, most fogod megtalálni. Itt is van. Ő az elefánt. Fut előled. De be lehet kejteni. Húst ad, olmányát, meg... nem tudom már mit. A kihívásra vágytok, hogy meddig bírjátok túlélni, az megvan a játékba. Ha multiplayerezni akartok, akkor ne ezt a játékot választátok, akkor inkább menjetek Minecraftozni. Az ugyanúgy kihívás. Bár ott nincs ennyi szörny, meg ellenség, meg ennyi, amilyen figyelni kell. Ne halljatok meg. De... érdekes játék, a grafikája tetszik, van egy kis háttértörténete is. A játékmenethez, hát gyors. Könnyen meg lehet halni benne. Úgyhogy vigyázni kell, ha sok fát fász ki, akkor egyik átvál, akkor bosszá, ilyenek, de... mondom, Wikin minden rajta van, ami lehet tudni, meg akartak, mi baj az velünk ám. Nagyjából ennyi. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és következő játék az nem tudom mi lesz még. Viszont az majd megpróbálok többet felkészülni el. Ezek most ilyen randomok most. Lehet az olyan lesz már, amivel még nem játszottam életemben. És akkor majd játszok vele egy 2-3 órát, és akkor elmondom utána a véleményemet, hogy mi. Na, addig is sziasztok!